Köszöntöm nézőinket, a Megkérdezzük a Polgármester című műsorunkat látják, vendégem pedig Tóth Veronika alpolgármester asszony. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is köszönöm a meghívást, és mindenkit szeretettel köszöntök. A nézők már megszokhatták, hogy amikor nálunk jár általában szociális ügyekben, illetve lakáspályázattal foglalkozunk, most ez utóbbi lesz terítéken, hiszen idén piaci lakáspályázaton indulhatott a kerület lakossága, és pénteken lesz az a bizottsági ülés, ahol döntenek a nyertes családokról. Kanyarodjunk vissza egy kicsit ennek az egész témának az elejére, hogyan alakult ki ez a piaci lakáspályázat, milyen előkészületek, milyen munkálatok előzték ezt meg, illetve követték azóta, egyáltalán hogy épül fel ez a lakáspályázat, és mik a tapasztalatok? Hát a lakáspályázat az mindig egy olyan téma, ami azt hiszem, hogy mindenkinél közérdekű, és nagyon nagy érdeklődésre tart számot. Most olyan nyomás van rajtunk, olyan nehéz a helyzet tulajdonképpen, akár országosan is, olyan lakásinség, és mondhatnám sajnos, hogy lakásválság van, lakhatási válság van az országban, mert hiába van a családtámogatási rendszerben a lakáshoz jutási lehetőség valamilyen szinten biztosítva, azért azt látni kell, hogy nem mindenki tud abba a formába vagy abban a rendszerbe bekapcsolódni. Nagyon sokan vannak olyanok, akik nem tudják előteremteni az olyan önerőt vagy tőkét, ami ehhez szükséges, és a hitelfelvétel az mindig rendkívül nagy kockázattal jár. Mi úgy gondoltuk, hogy talán azoknak, akik azért szeretnének lakáshoz jutni, és van némi megtakarított pénzük, akkor azt hasznosítva, kicsit összefogva az önkormányzattal, talán ki tudunk írni egy olyan lakáspályázatot, amivel tudunk segíteni ezeken az embereken. Nagyon-nagyon fontos, hogy ők a saját önerejüket is beleteszik, megszépítik az otthonukat, és gyakorlatilag gyarapítják az önkormányzat vagyonát is valamilyen szinten, és jól fogják érezni magukat. Ennek a pályázatnak az a lényege, hogy az önkormányzati lakbérrendszer az valahol a középtájon helyezkedik el, tehát jóval alacsonyabb, mint a piaci albérlet. Ezért úgy gondoltuk, hogy ez egy előny ilyen szempontból, hogy ilyen kisebb lakbért fizetnek, és gyakorlatilag bele tudják tenni a megtakarításukat ezeknek a lakásoknak a felújításába. Sajnos nagyon nehéz helyzetben vagyunk. A kormány ebben az évben 3,5 milliárd forinttal csökkenti a költségvetésünket, és így nem tudunk sajnos ugyanúgy, mint ahogy mondjuk tavaly még megvolt rá a forrásunk és a lehetőségünk, és egy szociális pályázatot tudtunk kiírni, ott még fel tudtuk újítani úgy a lakásainkat, hogy az színvonalas legyen. Most pillanatnyilag nehéz helyzetben vagyunk. Nekem a lakáshoz juttatása tulajdonképpen az embereknek az mindig is a szívügyem volt, mert nagyon-nagyon sokan fordulnak hozzánk ilyen problémával, és nagyon szűkösek a lehetőségeink. Nekem ez olyan, ez a lakáspályázat, mint hogyha a gyermekem lenne. És a születése az most nagyon nehéz körülmények között történt. Igazából már tavaly is egyetlen egy pályázatot tudtunk kiírni, bár szerettünk volna többet, de a pandémia miatt csak szociális pályázatot sikerült. Az idén úgy szintén nehezen indult az év, de úgy gondoltuk, hogy muszáj belekezdenünk, és ezért ez egy különleges pályázat, hogyha mondhatnám, azért különleges, mert ez egy internetes pályázat volt. Piaci alapon meghirdettük, interneten keresztül a honlapról lehetett letölteni gyakorlatilag a pályázatnak az összes feltételét. Ezen keresztül lehetett gyakorlatilag, hogyha letöltötték, akkor utána kitöltötték az emberek, és interneten keresztül már visszaküldeni nem lehetett, postai úton kellett visszaküldeniük. És az e-mail is nagy szerepet játszott, hiszen meg kellett, hogy adják az e-mail címüket, amikor megtörtént
a pályázatoknak a feldolgozása, akkor gyakorlatilag, és kialakult egy sorrend, akkor ezen az e-mail címen értesítettük vissza a sorszámukról, amin majd fognak tudni érdeklődni a pályázók. Volt olyan is, aki esetleg nem küldött be e-mail címet, vagy rossz e-mail címet küldött, hát ő nekik az a lehetőségük maradt, hogy telefonon fognak érdeklődni, vagy személyesen fognak érdeklődni a pályázat eredményéről. Ugye, ahogy a szociális lakáspályázat esetében is, idén is készítettünk egy olyan videót, itt már az XV médiával együttműködve, ahol lépésről lépésre elmagyarázta a pályázóknak, vagy leendő pályázóknak azt, hogy hogyan kell ezeket a különböző dokumentumokat kitölteni. Aki letöltötte a pályázati anyagot, látta, hogy elsőre talán ijesztően sok dokumentumot kell kitölteni, de ha valaki végignézi az útmutatót, elolvassa a használati utasítást, vagy segédletet, akkor láthatta, hogy azért nem egy bonyolult dolog ezt megtenni. Esetleg az arányok a szociális lakáspályázathoz képest, ott azért irreálisan sok volt az érvénytelen pályázat többek között a hibás kitöltések miatt. Hát és sajnos ez a probléma még most is fennáll. Meg kell tanulnunk pályázni. Ehhez hozzá kell szokni a lakosságnak, és tudniuk kell, hogy oda kell figyelni a pályázat kitöltésére. Tényleg elmondtuk, leírtuk, filmet gyártottunk róla. Az érdeklődés az igazából nem olyan nagy ez iránt, a kommunikációs lehetőségeket, amiket biztosítunk, és talán ebből adódik az a probléma, hogy nem úgy töltik ki, ahogy kellene. Hát 219 pályázat érkezett be, és ebből hát sajnos több, mint a fele rossz lett, illetve érvénytelen lett, 100 pályázatunk lett érvényes. Hát ez is túljelentkezés, ha úgy veszem, hogy 11 lakást írtunk ki, de az érvénytelenségek okai az igazából mindig banális. Olyan figyelmetlenségekből adódik, ami tényleg néha számunkra is bosszantó, mert akkor, amikor egy mellékletet nem csatol be valaki, vagy nem írja alá azt a nyilatkozatot, ami nagyon fontos a pályázatnál, hogy a későbbiekben tovább tudjunk haladni, ezeket feltétlenül ki kell, tehát oda kellene figyelni, hogy ezek sikeresen kitöltődjenek, személyadatok hiányosan lettek megadva, és sajnos olyan is előfordult, hogy olyan pályázott, aki ebbe a kategóriába, a piaci kategóriába jövedelem szempontjából nem fért be. Sokan csak úgy megpróbálják, és beadják a pályázatukat, miközben ha megnézik a jövedelem határokat, akkor abba nem férnek bele, ők majd a költségelvűbe vagy a szociális pályázatba fognak beleférni. Már említette ugye a másik két kategóriát, akkor ugye ennek a kategóriának pénteken lesz meg a döntése, jövő héten már biztosan tudni fogják azok, akik költözhetnek, hogy melyik lakásra sikerült elnyerni a pályázatot. És említette ugye azt is, hogy nehéz helyzetben van az önkormányzat, hiszen a felújításokat nem tudják finanszírozni. Annak idején a költségelvű pályázat esetén is voltak bizonyos felújítási lehetőségek, kötelezettségek. Tervezik esetleg a közeljövőben, hogy költségelvű pályázattal is megpróbálják a lakosságnak a lakhatási problémáit enyhíteni? Igen, hát sajnos a kényszer az nagy úr. És ebben a kényszerű helyzetben mindenféleképpen ki kell találnunk valami olyan megoldást, ami a meglévő lakásállományunkból valójában eljusson azokhoz, akiknek szüksége van rá. Ezért azt tervezzük, hogy a költségelvű pályázatot is így írjuk ki, és a szociális pályázatnál is valószínűleg lesznek olyan lakások, ahol szintén a kötelező munkálatokat, azokat a munkálatokat, amiket feltétlenül olyan szakembereknek, vagy a drágább megoldások, akkor azért ott be kell, hogy segítsen az önkormányzat, de a mostani piaci pályázatnál is nagyon-nagyon reméljük, hogy oda fognak figyelni, és azokat a szakipari munkákat, amiket most 6 hónapon belül kell nekik elvégezniük, mert annyi időt írtunk ki gyakorlatilag a felújítási időszakra, ezt
Ezt remélem, hogy be fogják tudni tartani, és valójában szakemberek segítségét veszik igénybe, hiszen ez is benne van a pályázati feltételekben, hogy van, amit igenis igazolniuk kell, legyen az elektromos árammal kapcsolatos vízcsatorna vagy gáz, amik nagyon fontos, hogy az egészségre, illetve a testi épségre és azokra a feltételeknek megfeleljenek, amire előírás vonatkozik. Bízunk benne, hogy akkor ez a 11 család, akik majd megkapják az értesítést, nagyon boldog lesz, és akkor a felújításokat követően tényleg egy számukra élhető és megfelelő otthonban leli meg a lakhatását. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is köszönöm, hogy meghívtatok. Nézőinknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, tartsanak velünk a jövő héten is, akkor is kerületi aktualitásokról fogunk beszélni, és ne felejtjék, elindult YouTube csatornánk, ahol többek között a Parlamenti Pillanatok című műsorunkat is megtekinthetik, szintén a lakhatás lesz majd témán. Tartsanak velünk jövő héten is, viszontlátásra!